Talán sokan érthetetlennek találják azt, hogy hogy lehet a háborúba vágyni, hogy hogy lehet a háborút szeretni, reál szeretettel és örömmel emlékezni. Kétségtelen, hogy a háború a sok nélkülözéssel, borzalmas részleteivel és következményeivel látszólag nem alkalmas arra, hogy finom lelkületű kultúrember lelkében szép emléket keressen. Pedig ez csak látszólag van így, mert a háború szép volt. És arra minden olyan ember, aki abban teljes kötelességtudásával, férfias lelkesedésével részt vett, élete végéig szívesen emlékszik vissza rá. Meghaltak rossz ők, hogy éljen a haza címmel az első világháború az hajdúsági és hajdúböszörményi hőseiről mutattak be színművet április 18-án a Művelődési Központban. A darabot Dániel Fizsolt Csokonai díjas színművész rendezte, közreműködtek Bakota Árpád, Dániel Fizsolt, Dávid Manasé Zoltán, Pap István és Szarva Szabó Katalin. A színmű szerkesztője Dániel Fizsolt és Varjas Imre, míg a zenei szerkesztője Dargó Gergely volt, a szakértő pedig Barjas Imre. A színházi előadáshoz kapcsolódóan Hajduk a nagy háborúban címmel kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, mely még két hónapig látható a Művelődési Központban. Ha valaki elmegy a hajdúböszörményi városházára, ott az aulában olyan neveket talál, akik az első világháborúban haltak hősi halált. A felirat pedig az, meghaltak ők, hogy éljen a haza. A színdarab címe is ez volt, és tulajdonképpen emléket szerettünk volna állítani azoknak, akik az első világháborúban helyt álltak, és nagyon sokan közülük hősi halált haltak. Ez tulajdonképpen az emlék évnek a lezárása, hiszen Hajdúböszörményben már több alkalommal is emlékeztünk az első világháború eseményeire, konferenciát is szerveztünk, kiadványt is, egy könyvet jelentettünk meg ezzel kapcsolatban, illetve nagyon sok tanórát tartottunk a diákoknak. Most pedig úgy gondoltuk, hogy azt a formáját választjuk a megemlékezésnek, amely szintén a fiatalokhoz, idősekhez egyaránt szól, de színpadon, irodalmi nyelven elmondva, visszaemlékezve azokra az időkre, ami 1914-től 18-ig történt, és kifejezetten hajdúböszörményi eseményeket felidézve mutatjuk be ezt az időszakot. 10-én már készen voltunk az indulásra, de még reggel 6-kor sem tudtuk, megyünk-e ma vagy holnap. A kaszárnyából nem volt szabad senkinek kimenni. Az udvaron 9:30-kor nagy néptömeg jelenlétében felesküdtünk a hazáért és a királyunkért. 10 órakor elindultunk az állomás felé a város közepén keresztül. Az eső megindult ránk esni. Szomorú egy menet volt ez, még talán az idő is minket siratott. Soknak jó kedve volt már akkorára, jól bevett a jóból. Sok meg szomorúan jött a hozzátartozóival, vagy szüleivel, vagy testvérével, vagy feleségével, meggörnyedve mindnyájan a nehéz felszerelés alatt, ami meglehetett vagy 35-40 kiló. És mi ehhez nem voltunk hozzászokva. Akkor volt még csak másodszor rajta. Én is egykedvűen mentem a többi közt. Néztem a sok népet, akik néztek bennünket, mert ritka dolog volt akkoriban, hogy nappal ment volna a mars. Hosszas kutatások alapján állapítottuk meg azt, hogy mi legyen a tematika, mi legyen az a vonulat, ami alapján elmondjuk a történetet. És azt szerettük volna, hogyha a személyes történelem is megjelenik ebben a műben, éppen ezért nagyon sok harctéri napló, pontosabban a nagyon sok az nem helyes kifejezés, több harctéri naplót is felhasználtunk, Hávarga Imréjét, Bugyi Menyhértét, Károlyi Gáspárét, akik mind-mind hajdúböszörményből vonultak be a 39. gyalogezredbe, Galíciában, Oroszországgal szemben harcoltak, illetve olaszokkal szemben pedig a Doberdónál.
vettek részt a harcokban, és az ő emlékirataikat is felhasználtuk ahhoz, hogy ezt a művet bemutassuk, és el kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten termékeny talajra hullott, hiszen aki láthatta, vagy látta az előadást, az tudja azt, hogy azok, akik előadták, maguk is átérezve mutatták be ezt a darabot, és azok a résztvevők, akik például Hajdúböszörményből szerepeltek a darabban, Dávid Manassé Zoltán, Szarvas Szabó Kata, nagyon szépen mutatták be azokat a napló részleteket, amelyeket gondoltunk, hogy érzelemekkel dúsan lehet bemutatni. Hajdúböszörményből a katonák nem csak a keleti orosz fronton, Galícia területén, de az olaszok elleni hadműveletekben az Isonzó folyó melletti Doberdó fennsíkon is harcoltak. Kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos nagy égre. Isonzó Doberdó. Ismerősen csengő szavak. Ismerni véljük, olvastunk róluk. De vajon tudjuk, hogy mit is rejtenek a szavak? Hány emberi életet, véget, pusztítást, történelmi emléket? Késő már ráébredni és feleszmélni, mert ők már nincsenek. Már csak mi vagyunk, hogy tisztelegjünk, már csak mi emlékezhetünk. Több fotót is például a színdarabban felhasználtunk. Ezt egy hajdúböszörményi családtól kaptuk, és harctéri fotók. Ezek 1915-től 1918-ig a helyszínen készültek. Én azt gondolom, hogy ez országosan is egyedülálló, 456 olyan fotóról van szó, ami egyrészt a színpadon is bemutatásra került, illetve az ehhez kapcsolódó kiállításban is látható, mert szerintem mondjuk el a nézőknek, hogy a színdarab egy a nagy háborút bemutató kiállítással is kiegészült. Ez kifejezetten hajdúböszörményi emberek, emlékei, fotói, harctéri képek, olyan dokumentumok, amelyek azt gondolom, hogy szintén ezer szárral kötődnek az itt élőkhöz. Nem látlak én téged többé, többé sohasem. Te sem látod, hogy érted, könnyes a szemem. Nevedet hiába mondom, könnyedet hiába ontod a harcok mezein. Valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én.